Dajs Tamás azt nyilatkozta a napokban, hogy Szájer Józsefnek már újra játékban kellene lennie. Tusfenyason vezető politikusoktól próbáltuk megtudni, hogy 2,5 évvel az RS csatornás botrány után van-e esély Szájer visszatérésére. Mielőtt megnéznétek ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornánkra. Én arra számítok, hogy előbb vagy utóbb, ez nyilvánvalóan alapvetően a személyes döntése, aztán pedig a politikai családnak a döntése, hogy ő újra pályára lép. De elképzelhetőnek tartja, hogy ő újra visszakerül a Pixisbe? Döntés kérdése. Egyébként elképzelhetőnek tartom, igen. De akkor ezek szerint van is róla bármilyen szinten gondolkodás. Most nyilván ön a Fidesz kommunikációs igazgatója, tehát az, hogy mi történik mondjuk a Fidesz vezetésében, milyen lehetőségek vannak az asztalon, arról feltételezem, hogy az-e van tudása. De azt tudom csak megismételni, hogy nincs ilyen döntés. De hogy elképzelhetőnek? Én magam elképzelhetőnek tartom, de nincs ilyen döntés. Szájer Józsefet egy kiváló embernek tartom, akitől nagyon sokat tanultam én is személyesen az ő könyveiből. Sokat dolgoztunk együtt a brüsszeli magyar érdekképviseleten, tehát én őt minden komoly, fontos politikai pozícióban elképzelhetőnek tartom. A kérdés inkább az, hogy ő szeretné. De hogy a történtek után, mondjuk a Fidesz szempontjából, morálisan az egy vállalható lépés lenne, hogy ő újra európai parlamentben politizáljon? Szerintem most egy alapvetően egy hipotetikus kérdésről beszélünk. Hát ez jelen pillanatban nincs napirenden. Hát a Dajs Tamás ugye már arról beszélt, hogy ő szerinte már régi játékban kellene lennie Szájer Józsefnek újra. Ezzel egyetértek. Tehát szerintem a magyar közéletnek intellektuálisan szüksége lenne Szájer József gondolataira, úgy, ahogy az elmúlt 30 évben volt. Szájer József rajta lehet a Fidesz EP listáján jövőre? Nyilván, ha úgy döntenek, akkor rajta lesz. De az, amit mondjuk a Szájer József tett ugye a kijárási tilalom idején, az ön szerint azok után, hogy ő lemondott a mandátumáról, kilépett a Fideszből, ez így 2 év alatt elévül ez a történet? Ez majd eldöntik. A döntéshozók is, meg a közvélemény is. Azért nincs szó, mert neki nincs ilyen ambíciója. Tehát ha az a kérdés, hogy Szájer József munkáját a közéletben nagyra becsülöm-e, és úgy gondolom, hogy a mai Európai Parlament legjobb képviselőinél is sokkal jobban érti Európát, látja az európai ügyeket, akkor az a véleményem, hogy igen, ő ebbe a körbe tartozik, csak nincs ilyen ambíciója, amennyire én ezt tudom. Ha én gondolkodom erről, ami fizetési osztályomon felüli gondolkodás, hiszen nem nekem kell ezt eldöntenem, meg még egyszer mondom, a alapvető döntést magának, az érintetnek kell meghoznia, az nem egy választott képviselői vagy népképviselői pozíció, a Magyarországgyűlés vagy az Európai Parlament tagja. A közéletben, a széles értelemben vett közéletben jó néhány olyan feladat van, lehet, amire abszolút alkalmas, rátermett Szájer József. Hogyha mérleg serpenyőbe beletesszük az ő intézményi tudását és jogi tudását és kapcsolatrendszerét, ami az európai intézményrendszerben van, és a másik serpenyőbe pedig oda tesszük azt, hogy amit tett, az nyilvánvalóan nem fér bele, de ezután bocsánatot kért és helyesen egyébként le is mondott, akkor azt gondolom, hogy ez legalábbis mindenki számára látható, hogy ez nem egy egyértelmű döntés. Tehát, hogy én ezért mondom azt, hogy elképzelhetőnek tartom, de döntés nincs róla. Akkor, hogyha akarna, akkor visszatérhetne? Természetesen. Ez egy szabad ország, mindenki azt csinál, amit szeretne. Nem, csak úgy értem, hogy a Fidesz tárt karokkal várná akkor ezek szerint. Szerintem semmi olyan nem történt, ami miatt a Fidesznek azt kellene mondani, hogy Szájer József 30 éves politikai pályafutása, és azok az eredmények, amiket elért, azok az érdekképviseleti eredmények, azok az európai politikai karrier, amit ő befutott, ez nem része a Fidesz történetének. Hát ez... Történetének része, de ugye amikor lecsúszott az RSZ-en, akkor ugye azt nyilatkozta a miniszterelnök, hogy amit Szájer József tett, az nem fér bele az önök politikai közösségébe. Így van, elfogadhatatlan. Én azt hiszem, hogy meg is bűnhődött ezért a tettért, bocsánatot is kért, visszavonult a nyilvánosságtól. Tehát szerintem törleszteni valója neki nincs több. Mi az, ami nem fér bele pontosan egyébként abból, amit ő tett? Hát az, amit ön is elmondott erről. Mert ugye az ott nem volt tisztázva, hogy most ez hogy egy meleg orgián vett részt, vagy az, hogy feltehetőleg kábítószer találtak a táskájában, vagy az, hogy elmenekült a rendőrök elől. Ugye annyit nyilatkozott a miniszterelnök is, hogy amit ő tett, az nem fér bele a... De hogy pontosan melyik része nem? Ilyen blokk. De azt jól érzékeljük, hogy itt most azért van erről egyfajta diskurzus és gondolkodás? Őt kell megkérdezni. Ha szeretne, visszaléphetne a Fideszbe? Várná, tehát hogy a történtek után van helye az önök politikai közösségében Szájer Józsefnek? Azt gondolom, hogy ebben is
az ő álláspontja kell a meghatározó legyen. Én ezzel kapcsolatban nem hallottam az ő álláspontját, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy én nagyra becsülöm Szájai Józsefet. Talán nem intimpistáskodok, ha azt mondom, hogy benne ilyenfajta törekvés, ambíció nincs a környezetéből. Többen már említették neki, hogy azért érdemes lenne neki ilyesmin gondolkodni. Én magam is ezek közé tartozom, és ezekre a felvetésekre nem volt elzárkózó. Elég régóta ismerjük egymást, hogy azért jól legyen az kikövetkeztethető, hogy az ember valamit a másiknak felvet, arra mi a reakciója, tehát ez alapján tudom azt mondani, nem kapva kapott ezen a felvetésen. Jaj, de jó, hogy végre valaki erről beszél velem, de minden esetre egyáltalán nem volt elzárkózó. Ugye azt mondta, hogy győzködik többen a környezetéből, ebbe ön is beletartozik, vagy tehát, hogy így igen, így pedzegetik, talán használjuk ezt a kifejezést, hogy a történtek, azok mennyire koptatják el akár őt személyesen, tehát mennyire lehet ő alkalmas arra, hogy bármilyen nyilvános szereplést vállaljon, és valamilyen közéletet érintő kérdésben ő megnyilvánuljon, és hogy nem az lesz, hogy akkor egyből viszont azt fogja kapni, hogy de hogy akkor volt-e kábítószer a táskájában, mit keresett azon a bulin, stb. Stb. A történtek azok nem tehetők, meg nem történté. És szerintem a földgolyón ezt leginkább az érintett tudja. Talán akkor egy nagyon rövid mondatban én azt gondolom, hogy nyilvánosság előtti szerepvállásból egyszer és mindenkorra Szájári Józsefet mindaz a hiba, mindaz, amit ő akkor elkövetett, nem zárja ki. Ebben egészen biztos vagyok.